hőség, egész héten kánikula várható, aki teheti, a vízben hűsöl. A tó és a termálfürdő is nagy forgalmat bonyolít. Fejlesztés. A közeljövőben megújul a sportliget, az eddiginél többféle sportolási lehetőséget kínál majd a környék. Bővítés. Szeptemberre felújítják a Neumann iskola ebédlőjét. A régi szolgálati lakás területével növelik meg a helyiség méretét. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! Hőhullám tombol hétfőtől az egész országban. A héten az éjszakák egyre melegebbek lesznek, ráadásul a szinte elviselhetetlen kánikulában az enyhítő csapadék kialakulásának is kicsi az esélye. Szombathelyen benépesült a termál és a tófürdő is. Folyamatosan éget, tehát nincs felhő az égbolton, és hát 14-15 órát is fog ma sütni a nap. Pétervári Tibor a napfénytartammérő berendezésen mutatja, hogy milyen mértékű napsütés ígérkezik a következő órákban. Az észlelő szerint a hőhullám egy délről érkező forró légtömegnek köszönhető. Abszolút afrikai eredeti levegő, egy nyugat-európai ciklon előoldalán délnyugati áramlással, ugye tartós délnyugati áramlásban az ilyen afrikai belsejéből származó légtömegek elérik Közép-Európát. Elő szokott fordulni ez gyakorlatilag mostanában minden nyáron. A 30 fok feletti hőmérséklet komoly megterhelésnek teszi ki az emberi szervezetet, több munkát adva ezzel a mentőknek is. A hőségtől fáradtabbak, kimerültebbek leszünk. Az autósoknak megnövekszik a reakcióideje, csökken a koncentráló készsége, ami balesethez vezethet. Éppen ezért a szakemberek azt javasolják, hogy a déli, kora délutáni időpontban ne tartózkodjunk a szabad ég alatt, valamint fokozottan figyeljünk a kellő mennyiségű folyadékbevitelre. Olyan 2,5-3,5 liter folyadékfogyasztása a javasolt. Ne legyen nagyon cukros ital, inkább csapvíz, ásványvíz, tea például, ami kifejezetten jó. Folyamatosan érkeztek a vendégek hétfőn délután a termálfürdőbe. Sokan dacoltak a veszélyes UV-sugarakkal és a medencében sütkéreztek. Idén már délután 2 órától lehetőségük van a fürdőzőknek arra, hogy kedvezményes jegyet váltsanak. Eddig a várakozásainknak megfelelően alakul a forgalom is, annak ellenére, hogy például a múlt héten nem igazán kedvezett a kültéri strandozásnak az időjárás. Ez mindez azt jelenti, hogy közelíti a 7000 fős látogatottságot szűk egy hónap alatt a termálfürdő, és nagyon reméljük, hogy a szezon végére egy olyan 13-15000 fős látogatottságot is meg fogja haladni. A termál mellett sokan keresik fel a tikkasztó hőségben a tófürdőt is. Munkanélkül mindenképpen nagyon könnyű átvészelni, főleg, hogy itt a büfében kapunk hideg üdítőt, aztán itt a strandon lehűtjük magunkat a hűs vízben, úgyhogy így ki lehet bírni. A nyáron eddig mintegy 27 ezeren jártak a tófürdőn. A megnövekedett vendégsereg gondtalan szórakozásáról kibővített személyzet gondoskodik. A héten minden nap 34-39 fokos kánikula várható, jelentősebb felfrissülésre vasárnap számíthatunk. Több mint 1 milliárd forintos pályázati forrásból újul meg a Szombathelyi Sportliget. A városi közgyűlés júniusi ülésén jóváhagyta a fejlesztés műszaki terveit. A Sportliget fejlesztése a terület és település fejlesztési operatív program keretében valósul meg. A rekreációs övezetben felújítják a meglévő sportpályákat, növelik a zöld felületet, új lehetőségeket alakítanak ki a szabadidő aktív eltöltéséhez, és bővítik a kiszolgáló létesítményeket is. Átalakítják a terület közlekedési rendszerét. Kelet-nyugati irányban egy feltáró út létesül, míg a kalandváros mögött az Aranypatakon épülő új gyalogos híd közvetlen összeköttetést teremt a csónak. Ez egy nagyon fontos dolog. Hosszú idők óta reményeim szerint először sikerül olyan gyalogos hidat építeni, ami akadálymentes lesz, használhatják kerékpárosok, gyalogosok, kismamák, mozgássérültek, ami lehetővé teszi, hogy egy kicsit hozzányúljunk a patakpartokhoz, a patakokhoz. Ugye most lehetőség
nyílik kisebb fesztávú hidak építésére, mert megépül a Dozmati víztározó, elkészült a Lukácsházi víztározó. Az új gyalogosít környékén lehetővé válik majd a víz megközelítése is. Itt egy a természetes közeget bemutató helyet alakítanak ki, ahol lesznek pihenőteraszok is. A Gyöngyös és az Aranypatak találkozásánál görkorcsolya versenypálya létesül. A családok számára szabadtéri tornapályát építenek, de lehetőséget kínálnak majd az idősek, valamint a mozgássérültek mozgási igényeinek kielégítésére is. Az ott folyó tömegsport az szerintem mindenkinek fontos. A városban nem csak versenysport fontos, hanem a tömegsport is. Ugye megújulnak a teniszpályák, fedett teniszpálya lesz ott is a téli időszakban, megújulnak a kosárlabdapályák, megújulnak a kézilabdára, illetve kispályás labdarúgásra használható pályák, és egy teljes új arculata lesz, 21. századi arculata lesz a Sportligetnek. A Sportliget a fejlesztés megvalósítása után is nyitva áll mindenki előtt, közpark jelleggel működik a jövőben is. Gyorsan halad a Neumann János általános iskola ebédlőjének bővítése. Lebontották annak a szolgálati lakásnak a falait, amelynek a területét hozzáépítik a régi helyiséghez. A munkálatokkal a tervek szerint augusztus 20-ára végeznek. Ezzel a jótékonysági zumba partival is az ebédlő bővítésére gyűjtött az iskola júniusban, több mint 100 000 forint gyűlt össze akkor. Egy millió forintot Illés Károly alpolgármester, mint az iskola egykori tanulója saját képviselői keretéből ajánlott fel az átépítéshez. Amint egy 2,7 millió forintos beruházás nyár elején kezdődött el, az elmúlt hét elejéig tartottak az előkészítő munkálatok, akkor adták át a kivitelezőnek a terepet. Gyorsan dolgoznak a szakemberek. A mai reggel, amikor megérkeztem, a legnagyobb meglepetésemre csütörtökön voltam benn utoljára, és ahhoz képest nagyon nagyot változott a helyzet. Az elbontott szolgálati lakás falmaradványai eltűntek, már a vakolásnál tartanak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy igazán kellő ütemben folyik minden. Itt állt az említett szolgálati lakás, ezzel a mintegy 60 négyzetméternyi területtel lett nagyobb az ebédlő. Az eddig különálló tanári étkezőt is egyben nyitják az új helyiséggel, ami tovább tágítja a teret. Most éppen a festés zajlik. A kibővült 120 négyzetméteres ebédlőben 370 diák és az iskola pedagógusai étkeznek már az új tanév elejétől. Ami hátra van, hát nyilván a padozat kialakítása, illetve a festés, a világítás szerelés, a fűtés átalakítás, és hát majd a berendezés. Összesen 29 köbméternyi törmeléket szállítottak el innen az elmúlt hetekben, ez az utolsó adag. Ez a bejárat megmarad, és a novemberben esedékes nyílás zárócsere keretében megszépül majd ez az ajtó is. Bár az étkező kialakításával szeptemberre végeznek a szakemberek, de a berendezés cseréjére csak később, várhatóan további képviselői támogatásból kerülhet sor. A magyarság összetartozásának és a nemzeti tudatnak az erősítése is célja annak a pályázatnak, amelynek keretében 5 nagyváradi villanyszerelő tanuló és szaktanárok töltheti 20 napos szakmai gyakorlatát a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum vendéglátásában. A Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT által támogatott sikeres pályázat a Határtalan Elektronika címet viseli. Ezt a kék vezetéket. Ezt innét elvisszük ide, ezt a két vezetéket. A Puskás Tivadar Szakgimnázium tanműhelyében éppen az irányítási áramkörök kiépítését gyakorolják a nagyváradi villanyszerelő tanulók, korábban pedig pneumatikát tanultak. A helyi viszonyok teljesen lehetővé teszik azt, hogy életszerűen villanyszerelési munkátokat, tevékenységeket hajtsanak végre, a diákok végezzenek, fakkokban, munkahelyeken tudnak szerelni. 5 villanyszerelő tanuló érkezett Szombathelyre a Nagyváradi Magyar Iskolából a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatásának köszönhetően. Mások a munkahelyek, úgymond itten dolgoztunk pneumatikával is, otthon nem, és ez is nagyon tetszett. Akkor itt dolgozhatunk falon, otthon
Hát otthon nem, otthon inkább asztalon. A pályázat célja, hogy a külhoni magyar szakképzés fejlesztésével erősítsék a határon túli magyar területek gazdaságát. Ennek elengedhetetlen része, hogy a diákok megfelelő gyakorlati képzésben részesüljenek. Mi egy ifjú szakiskola vagyunk, tehát nálunk csak 4 éve működik ilyen szakoktatás, és nagyon jól jön az, hogy ilyen tradíciókkal rendelkező iskolában egy kicsit gyakorolhatnak jobban, több lehetőség van. Látják azt, hogy amit mi megkövetelünk otthon, az máshol is ugyanúgy van. A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum és a Nagyváradi Magyar Iskola együttműködése tavaly kezdődött, így a diákok között van, aki már másodszor jár itt. Ebben az évben is tulajdonképpen egy meghívásos pályázat révén kerültünk velük kapcsolatba. A Bethlen Gábor alapkezelő pályázati felhívása, ami a határon túli magyar szakképzés fejlesztése intézményi program keretében jelent meg, felsorolta már azokat az intézményeket, akik fogadhatnak külföldi tanulókat nyári gyakorlatra. 29 magyar intézmény közül választotta a Nagyváradi Líceum a Szombathelyi Puskás szakgimnáziumot a szakmai gyakorlat helyszínéül. A diákok délelőttönként tanulnak, délután különböző szabadidős programokon vesznek részt. A Szent László emlékév a kiemelt témája a Katolikus Lányok és Asszonyok Szövetsége által szervezett nyári tábornak. Az általános iskolások számára szervezett táborban a játék és strandolás mellett történelmi ismereteket is szereznek a gyerekek. Ott azon a térképen lehet látni, hogy melyik épületek vannak azon a területen belül, ami a római fal. Az ókori szaváriával ismerkednek a kalász táborának résztvevői a Martineum udvarán. A Katolikus Leányok és Asszonyok Szövetsége általános célja a nőnevelés, de a szervezet számára fontos a népi, nemzeti kultúra, valamint a hagyományok ápolása is. A szombathelyi csoport 3. éve szervez nyári tábort általános iskolások számára. 14 gyerek jelentkezett erre a táborra, akiknek nagy része már a kalászba nagyon oszlopos tagként is közreműködik. A tábor egyik fő helyszíne a Martineum Felnőtt Képző Akadémia és a Kálvária Lelkészség, de a hét folyamán a táborozók megnézhetik Szombathely látképét a Székesegyház tornyából. A változatos programkínálatból Kiki megtalálhatta neki legkedvesebbet. Eddig tetszett, amit a sírokról mondtak, meg a városmodell. Elvileg fogunk valami kincset is keresni. Azért jöttem, hogy megismerkedjek rengeteg új emberrel, és meg tudjam a Szent Márton életét. Sokat játszunk, meg színdarabba is játszottunk. Mint minden évben, idén is van egy központi tematikája a tábornak. Az idei esztendő Szent László emlékéve. A lovak király 940 éve lépett trónra, szenté avatásának pedig 825. évfordulója van. Szent László évében, Szent László korával foglalkozunk, magával a szenttel, és a lovak eszményét próbáljuk nekik még bemutatni, meg egy kis harcművészet is lesz benne, jön egy hagyománygyőrző csoport is. A tábor programjainak megvalósítását a kalásztagok mellett önkéntes felnőttek is segítik. Sima 3-0-ás vereséget szenvedett a Haladás labdarúgó csapata a bajnokság 3. fordulójában. A szombathelyiek Sopronban kaptak ki a Diósgyőri VTK együttesétől. A rendkívül unalmas első félidő után a második játékrészben alaposan felpörögtek az események a Haladás DVTK bajnoki mérkőzésen. A 61. percben egy jobb oldali szöglet után Tamás életerős fejessel szerzett vezetést a miskolciaknak. A 75. percben Ugrai szenzációs csel sorozatát követően pedig Óvári növelte a vendégek előnyét. A 3-0-es végeredményt Busai állította be, nem sokkal a találkozó lefújása előtt. Sajnos nem találtuk a mérkőzés ritmusát, már az első fél időben sem, és ez meghatározta az egész mérkőzést érzésem szerint. Aztán a fordulópontokból is rosszul jöttünk ki abból a szempontból, hogy akár ugye a szöglet előtt szerettünk volna cserélni, és nem tudtuk elrúgni a labdát.
A mérkőzés kimenetelét döntően befolyásolta Ugrai pályára lépése. Az egykori szombathelyi támadó a második félidő elején állt be a DVTK csapatába és remek teljesítményt nyújtott. Két gólt is előkészített, emellett minden megmozdulásával veszélyt jelentett a haladás kapujára. Azért jött a pályára, hogy valamit hozzátegyen a mérkőzéshez, úgyhogy azért vannak a cserejátékosok, hogy lendítsenek a csapaton, úgyhogy ez most hál' Istennek így sikerült. Vereségének köszönhetően a haladás visszacsúszott a tabella 7. helyére. Mészöly Géza együttese legközelebb augusztus 5-én szombaton lép pályára bajnoki mérkőzésen a 9. pozíciót elfoglaló Paks otthonában. A szombathelyi televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!